Bizony, hosszú idő után, de megjelent a Mighty Doom Androidra és iOS-re. Aki esetleg nem tudná, hogy milyen játékról van szó, szóval ez egy roguelite lövölde, különféle power-upokkal. Aki már egyébként ismeri az Archero-t, az gyakorlatilag annak nem lesz új a nap alatt, de hát azért mégiscsak ez egy dumos játék. Én természetesen ezt a játékot telefonról játszom, tehát hogy nem emulálás, meg ilyenek, telefonról játszom, és annyi csavarral, hogy kontrollerrel, úgyhogy PS4 kontrollerrel fogom csapatni a játékot, nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez így hogy fog működni. Nem próbáltam még egyébként a játékot, hogy milyen, csak már jó pár hónapja előtöltöttem, vagy előjegyeztem, hogy ugye majd töltse le a gémet. Kapják a miniszlierek. Egy kicsit akadozik. Jól hallani amúgy a játékot? Micsoda kivégzés? Collect health pickup to heal. Jó. Öljünk démonokat, hogy töltsük ezt az ability bárt, és akkor ilyen special boostunk lesz az adott rára. Jó. Jól hallani? Na, örülök. Na hát, itt már meg is állt a tudomány, ezt kontrollerrel így nem lehet kiválasztani. Szóval Twin Shot, Spread Shot, Ricochet, mert a Ricochet, azt nagyon szeretem. Mert a Twin Shot is amúgy nagyon jó. Na most már elkezdtek ránk lőni az ellenfeleink. Tetszik, hogy így ki lehet végezni az elemiket így pluszban. Azért basszus, mennyivel könnyebb már kontrollerrel ez a game. Legalábbis nekem, mint hogy itt érintőképernyős módon játszak. Explosive damage, attack speed boost, ugye az nagyon jó. Ó, ja, hogy ez ilyen választós, fejlődős, mint a Vampire Survivors. Hát, roguelite. Ugye mindegyik ránod más és más. Igazából annyi marad, hogy így a cél ugyanaz, hogy ugye végigmenni ezeken a pályákon. Nagyon akarnak minket a gonosz démonok. Ott nyomunk egy kivégzést. Glory kill. Micro missile. Aha, side shot. Mert az explosive damage. Jézus. Mekkora batár nagy enemy. A Twin Shot-tal úgy néz ki, hogy megdupláztuk a sebzésünket egyébként. És szerintem amúgy a Ricochet is jó döntés volt. Eddig még nem nagyon volt szükségem a HP-ra. Mármint amit így az enemiből veszünk fel. A sebzésünk az viszont lehetne jobb is. Mert ez azt hiszem kezd kevés lenni. Jó kis dúmos muzsika van amúgy alatta. Eltalálták. Na és az első bosszunk. Whiplash. Jézus.
Szerintem ő az, aki jön és inasba tesz minket. Hogy gondoljátok, srácok? Tuti. Ez tuti, hogy... Tuti, hogy ilyen tutorial boss. Na várjatok. Átállította nekem itt közben a fókuszt a telefon. Azt mondja, hogy ne zavarj mód. Na ez az. Szóval kaptunk itt egy Rocket Launchert. Meg 200 coint. Jó. Ez volt az első, gyakorlatilag tutorial rununk. Így van, ott van a rakétavető, be lehet rakni. Secondary weaponként raktuk be. Hoppá. Vannak ellenfelek, akiknél érdemes átváltani a fegyvert, mert az explosive damage az bónusz sebzés rájuk. És már el is küld minket a következő menetre. Pont valamelyik nap próbáltam ki ezt a gémet mobilon, a Rocket Launcher majd nagy szolgálatot fog tenni innen. Ja! Ja, látom, és akkor ott vannak olyanok, akikre ilyen kék ment ilyen lila lövedékkel, és van olyan, amire ez a Rocket Launcher-os. Bízom benne, hogy kontrollerrel elő lehet majd venni a Rocket Launcher-t. Aha, lehet váltani, jól van. Na, szóval rájuk tudtunk volna a Rocket Launcher-rel többet sebezni. Damage boost, bounce. A bounce is amúgy nagyon jó, nagyon hasznos. Make your selection. Tracking. Ez mi lehet? Tehát a rakéta nagyon agresszívan leköveti az enemit. Multisát, uhú, ricochet, multisát. Na jó, menjen a multisát. Multisát. Valamiért azt gondoltam, hogy a multisát így kettőtől majd az enemire lehet el kellett volna olvasni, hogy pontosan amúgy mit csinál. Ezek ilyen köztes helyek, szobák között, itt ilyen... Itt főleg healelődni tudunk, de van, amikor egy kicsit, kis damage boostot is kapunk. Tipikusan, mint az átsíróban. Lehetne amúgy szerintetek hangos még a játék? Tegyek rá még hangot? Map design nem érzed dumasnak? Az enemy. Az enemy pool az. Ez a multisat a Rocket Launcher-re vonatkozott? Na, remélem, hogy hangosabb lesz. Na nézzük csak, multisát. Ja, mert hogy fegyverre vonatkoznak ezek a bónuszok, aha. Tehát ez a rakéta vetőre vonatkozott. Jó, hát akkor élt a twinshot. Nagyon durván rombol ez a rakéta vető. Így szuper? Feljebb tudom elvenni még. Hohohoho.
Na nézzük. Whiplash ismét. Nézeg és misszáltam. Az egyik a falba ment. Nem kellett volna sok. Hogyha többször talál a rakétavető, akkor meg lehetett volna. Na mit kapunk? Heavy Cannon Tokent. Shit. De legalább meg lett a level 2. És kaptunk a level 2 miatt kristályt. Supply crate-et lehet ezekből venni. Na, token mastery. Kimaxoltuk a starting ability-nket. Most már lesz ability-nk. Uh-huh. Gondolom tudok választani már, ahogy leszponolok valami ability pluszba, tudjátok, ez a multisát, meg ilyenek. És azt mondja nekünk a játék, hogy fejlesszük a Heavy Cannon-t, az alapfegyverünket. Jó. Jó, tehát ez így megtörtént, mert menjünk a következő menetre. Na és akkor itt van, most már tudunk választani. Tracking. Menjünk erre a tracking, vagy explosive damage? Menjen a tracking a rakétavetőre. Glorious kill. Make your selection. Lehet kérni damage boostot, multishotot a rakétavetőre, illetve a multishot. Most már ezt a boss csak el kéne verni. Jó. Ja, jók ezek a kivégzések, igen. Extra splash damage. Jó, ezt is kérjük. Erősítjük a rakétavetőt nagyon durván. Jó lesz ez. Kérjük a damage boostot. No, akkor a következő. Na ez mit csinál vajon? Ó, így tudunk ugratni. Wow. Hát ilyen eddig még nem volt a pályán. Na. Attack speed boost. Jó. Ez az attack speed boost jó választásnak tűnik. Nagyon jónak. Na, Whiplash! Másodjára összejön szerintetek?
Mert most már sokkal durvább a sebzésünknél. Hát ez így könnyű volt. Wow, de menő volt. Na, azt mondja, hogy kérünk multisátot a rakétavetőre. Modbot spin. Persze, pörgessük meg. Ilyen bónuszok amúgy az Archiroból is ismeretesek, ezek a spin wheel gyakorlatilag. Köszi, köszi srácok. Ugye kirollolunk egy bónuszt gyakorlatilag. No, lemaradtunk a glorious skillekre. Na, stage 14. No, de nem oda akartam lőni. Franc. Klasszikus penge is itt van, ami már ismerős lehetett. Kérjük a damage boostot. Szia Santoro, szia Tikur, szia Géles. Hát ugye ez nincs switch rám. Jó kis game. Remélted, hogy én is nyomom? Hát persze, már nagyon vártam, amióta így lehetett rá regisztrálni. Hogy csapathassam. Már nagyon város volt, Darkship. Jó, következő pálya.150 helyett most már 171-eket sebzünk. Ilyet a Ricochet is amúgy. Nagyon szeretem. Így, hogy lehet nyomni kontrollerrel is amúgy ezt a gémet, még királyabb. Még királyabb. Én elláttam az Archirót is először, és nagyon-nagyon el voltam vele sokáig. Santoro, hát... Ha közel áll hozzátok a Doom világa, akkor ezt még jobban fogjátok valószínűleg élvezni. Jó kis átsíró. Néha még előveszem, amikor így utazok vagy valami. Ha. Jó, hát ő hal. Ez igazából nem kérdés. A hangok már magában megveszik az embert. Ja. Jaj. Arrébb teszem már az egeret. Bocsánat. Spin wheel. Szia Dreamwalker. Jó szórakozás hozzá, srácok. Össze lehet kötni a Bethesda accountotokkal a játékot, és akkor kaptok ilyen bónuszt. Április 20-áig weapon skint kaptok
ilyen láda kulcsokat, meg kristályt, úgyhogy érdemes. Jó, itt már ilyen zöld lövedéket nyomnak ezek a szemetek. Jó, oké, ezzel meg vagyunk. Már megint arrébb húztam az egeret? Ez a rakéta vető, ez nagyon jó. Nagyon jó ez a glory kill. Király lenne, hogyha megcsinálnák normálisra a controller supportot, és nem kéne így nyomkodnom közben a telefon kijelzőjét. Francba. Ez a plusz kivégzés, ez amúgy nekem tetszik nagyon. Természetesen csak a damage boost. Az egy kankó démon. Wow. Wow. Kaku démon. Jó, jó, én meg kellett volna hagyni azt a falat. Azt hiszem. Most túl sok sebzést kaptam be. Azt mondja, hogy side shot, explosive damage, attack speed boost. Van benne BFG is? Jó kérdés, jó kérdés. Biztos, biztos. Na hát a Kaku Demon ellen lehet harcolni. Kaku Demon. Jé, jé, jé. Szósi. Jó, jó. Ne. Ki kell bírni, ki kell bírni. Ó, basszus. Kapta. Kaptunk ability pontokat. Na, az amúgy, az király. Damage boost, explosive damage, damage boost, csak a damage. Csak a damage. Jaj. Hát ez valószínűleg halál. Kéne egy glory kill. Ezek a visszapattanós lövések, jaj, szivatósak voltak. Egy jó glory kill. Oké. Szia Norien, szia Ben. Azt kell... Jujuj. Nagyon kevés a HP-m. Amúgy már nem kéne itt lenni. Igen, látom, ott lett volna egy glory kill, de hát... Na, ez messze volt. És az akar elkezdés... Ja, kiírtam már a menetrendben még vasárnap, hogy erre számítsatok, mert... Hát már nagyon vártam, hogy végre... perekessen a Mighty Doom. Ugye, hát egy nap azért nem tudtam, mert hogy... diablózni kellett. Kaku Demon! Kapta.
Kapta a Kaku Demon. Azt írja amúgy a játék, hogy max levelen vagyunk. Egy jó kis glóriás kill. Na itt teleportálni lehet. Hello? Engem is elért a vég, igen. Júj! Ott a glory kill. Halló, mi ez a csalás? Szia, Avid. Úgy hívják a kontroller. Van kontroller support, az egy csak mondom. Bolond enemy. Szóval... itt pereg telón a game kontrollerrel. Persze, hogy... vannak a noobszimek, akik fejüket lehajtva játszanak, és vannak a prók, akik tudja, hogy ott kell. Jézusom, Honor. Majdnem 400 ezer sebzés. Milyen konti? Ez DualShock 4, de amúgy szerintem megy DualSense-el is, meg szerintem amúgy Xbox-os kontrollerrel is, mondjuk az újabb Xbox-osan, ami neked van, az a biztos megy. 40 stage, 25 glory kill, 220 demon. Annyi a gondja, jelenleg a controller support abba kimerül, hogy analóg kar. Meg tudod nyomni az L2-t, ami átvált a secondary fegyveredre. Na. Coint kaptunk. Argent Energy-t, amivel lehet fejleszteni a Slayerünket. Heavy Cannon tokent, ugye amiből a Heavy Cannon-t, a Rocket Launcher tokent, és kaptunk Chain Gun tokent, ami, hát még nem tudjuk, hogy micsoda. Azt mondják, hogy értékeljem őket. Állokoltuk a következő chaptert, ahol nagy valószínűséggel lesz Plasma Rifle. Kultista Chest Plate, ami növeli a HP-nkat és a damage ellenállásunkat a melee attack-okkal szemben, és van olyan is, ami növeli a HP-nkat és ideiglenesen növeli a sebzés ellenállásunkat minden sebzés ellen, miután lőttünk a secondary fegyverünkkel. Na, és ugye level 3-asok lettünk, tehát kaptunk még kristályt. Meg level 4-esek is lettünk, ezért is kaptunk kristályt. Persze. Itt már rögtön mondja, hogy upgrade-eljünk, meg gyűjtsük be ezt, meg gyűjtsük be azt, ilyenkor azt se tudom amúgy, hogy hol áll a fejem. Végül nem lett 25-ös a druida, a necroval farmoltam pár legót még így a végre. Nice. Itt ugye vannak stage bónuszok, ugye a chapterbe, ahogy eljutottunk a 30-as stage-ig, 40-es stage-ig. És hát ennyi. Hallod? De így... Jézusom, miért nyomnak ennyi mindent az arcomba? Persze, még starter offert is vegyek. Na, szóval, hogy... tehát itt voltunk, hogy karakter. Valahol. Édes Istenem! Utálom ezeket a kötelező tutoriálokat. Ha? Aha. Offensive power-t kapunk. Uh-huh. Ja, de ugye ez csak annyit csinál, hogy ugye max HP-nk. Jó, persze beraktuk, de hát, hogy így... ne erőlök, hogy már ennyire játék. Tehát ugye ennek a max HP-ja 500 és a damage-e 30, és ugye ezen lehet még fejleszteni.
Nem tudom, mennyi pénzem van. Hát mondjuk lehet, hogy nem feltétlen ezt kéne. Tipik mobil game, egy óráig a piros pöttyöt, hogy a felkiáltó jelet nyomkodod. Ja, hát itt az elején nagyon el akarják mondani, hogy mi van. Na, lehetne már ilyen heavy cannon-om? Ja, hogy ez egy skin. Aha, és akkor még növelhetném a sebzésemet. És ha oda nyomok, az nem csinál semmit. És ha oda nyomok, ott eventek lesznek, hogyha megcsinálom a chapter 2-t. Jó, ahogy látom, meg kéne csinálnunk a chapter 2-t, hogy így nagyon jó legyen nekünk. Jó kis lootbox. Acid Spit. Extra sebzés a toxikokra. Korróziót teszünk az ellenfeleinkre így. Természetesen lehet ládát nyitni, common gearért, hogyha nézel reklámokat. Az elején kapunk 50 coint, ahogy látom, meg itt van ez a free mini slayer pack, ami ugye egy hónapig még begyűjthető. Jaj, édes Istenem, nem. Hát az arcomban nyomott már rögtön egy ilyet, hogy fizessek, de én csak a free-t akartam begyűjteni. Nem fizetünk. Jó. Oké. Na, nyithatunk még egy weapon crate-et. Chain gun common. Na hát ezt legalább most ki tudjuk próbálni. Na. Aha, látom, ott vannak a beállítások. Slayer Club. Na, azt kell megcsinálnunk, srácok. Egy pillanat. Megcsináljuk ezt a Slayer Clubot. Azt mondja, hogy Enter Username, Enter Password. Remélem valami szuper bonyolult jelszavam van oda. Egy pillanat, türelmeteket kérem. Bethesda. Azt mondja, hogy username kell neki, de hát nekem nincs is user nevem, hanem csak e-mail címem. Azt szerintetek jó lesz neki? Na, igen. Természetesen nem ismeri fel. Nagyon jó. Pillanat. Join the club. Jó, hát akkor biztos She-Hunter vagyok. Nem jó neki. Srácok. Anno izével kellett belépni. E-mail címmel meg jelszóval, most már username az, amit kérnek, és így, hát így nem igazán értem, hogy akkor most hogy kéne belépni. Akkor lehet, hogy ezt nem most kell megcsinálni. Jó, akkor ezt lehet, hogy nem most csináljuk meg, srácok. Help to find my account. Na. Még egy ilyet megpróbálunk. Na, mi ez, amit linkeltél benn? Azt írja, what do you need help with, no result found. Ez az, amit bedobott nekem, amit így küldtél.
Azt mondja, hogy a username az eHunter. Köszönöm szépen, és akkor a jelszó az, ami... Azt miért nem enged be? Oké, akkor biztos elfelejtettem a jelszavamat. De ez a link, hogyha megnyitod egy inkognitó ablakban, nem működik benn, konkrétan. Amit így küldtél. Na most már jó lesz. Na, Bethesda. Na, srácok, most már be fogok tudni lépni. Annyi volt a gond, hogy... Valószínűleg elfelejtettem a jelszomomat. Igen. Olyan jelszavam van, hogy így vannak számok, kukacok. Azt sem tudom, hogy hol vagyok. Na. Nem enged be. Édes Isten. Arról szólt, hogy hogyan tudod megkeresni a user nevedet. Ó, értem. Na hát én még egyszer nem pötyögöm be a jelszavamat, úgyhogy inkább kimásoljuk. Fogadok, hogy az lesz a gond, hogy automatikusan kiegészítette, hogy nagy Y van a eHunter. Na. Na ez már jónak... Tehát, hogy nem elég neki az, hogy belépjek, hanem még a Slayer Clubba is joinolni kell. Na, ezekkel a problémákkal fogtok amúgy ti is találkozni, hogyha megpróbáltok majd belépni. Join the club. Akkor most már jó vagyok. Most már jó. Most már jó. Elnézést, ne haragudjatok, srácok. De ott van. Exclusive Slayer Club skin. Jó. Ja, jó a zene. Kaptunk itt valamit szerintetek? Semmit. Slayer. És ez az. Na nézzétek, csak ilyen fekete skinünk van, ez a Slayer Clubos. Be is raktam. Jó, és amúgy itt, mint látjátok, vannak más Slayerek is, a Crimson, a Classic, és akkor ott vannak a képességei. Például a Mini Slayernek az a képessége, hogy instant ölhet enemiket, a Crimsonnek az, hogy 25% HP alatt több a sebzése, és 2500 forintért lehet állokolni. A klasszikot 4500-ért, aha. Sebzést kapunk, akkor utána immunisak leszünk, és itt van a gold, aminél az ölésnél van esély arra, hogy újra tölt a secondary. Jó. Ott a crucible. Csak ki kéne próbáljuk ezt a crucible-t. Nem tudom beaktiválni. Ja, hogy ez már... Ezt hogy lehet berakni vajon? Ja. Ez milyen fegyver lehet? Ezt nem is vágom, hogy így hova kéne berakni, hiszen ide nem engedi. 1400 sebzése van, akkor ez ilyen ultimate skill lesz, gondolom én, majd. Most akartam megnézni, hogy vajon ezt mikor lehet berakni. Van ötletetek, hogy mikor lehet berakni ezt a fegyvert? Ja, ott volt egy FP-t, mi? Oké, megvan.
Oké. Na és akkor most nézzük meg a másik fegyvert. A chain gun-t. És itt van ez a extra damage a demonokra, akik gyengék a toxikokra. Ezt is berakjuk. Acid spit. Jó. Egyelőre így most így ennyi elég. Let's go. Let's go. Make your selection. Ez mi a manó? Megütnek melee attack-kal, akkor knockback-kel és damage deal el a közeli ellenfelekre. Extra splash damage. Igen, az volt, és damage boost. Jó, mert a damage boost. Fight. Na, jó gémet. Jó gémet, Tikul. Kill enemies to charge your ultimate attack. Damage boost. Crucible ready. Aha, és ezt vajon hogy kell aktiválni? Ja, hát az ultimate-et nem lehet kontrollerrel aktiválni. Nekem jó. Ugye nagy a Rate of Fire-je. Abba biztos jó. First impression. Na ez mit csinál? Staggerölni lehet. Az alapján mennyi enemy van életben. Glory Kill Rage. Temporary damage és attack speed boost a Glory Kill-ek után. Ez bossnál sajnos nem lesz, úgyhogy ezt lehet, hogy skippeljük. Na most meg... Na várjatok. Olyan furán állítódik a hangerő. Tehát az előbb nagyon hangos volt, levettem egyel és most meg így... Pillanat. Mondjuk a Doom sosem lehet elég hangos. Tracking Energy Shield. Wow. Na jó, ezt ki kell próbálni. Ha tehát egy lövés levéd az Energy Shield. Mi a damage bónusz? Kapják a korróziót. Steadfast. Még pontosabb. Aha. Super cooled. Ice damage. Super cooled. Hobby játéked van? Nem. De már... De már előző héten megjelent, és még mindig nem próbáltam ki, ugye?
Pedig már nagyon vártam. Zatika. Ott az ultim. Elintettem a kontrollál szuperlehet infot a kávéspalra a srácnak, aki csak röhögött, mert bal kézzel most is ezt tolja. Azt a kínai autós játékodat majd ki akarom próbálni. Gárdrób. Amúgy lehet, hogy az ultit erre a bossra kellett volna meghagyni. Jó sebzésünk van erre az intre. Kár, hogy eltalált. Au. Hé. Ha ügyes vagyok, akkor ezt megcsináljuk. Jó. Slayer's Club. Jaj. Itt jelzi amúgy ezen az oldalon a daily loginokat, meg ilyenek. Menő amúgy. Nintendo Switch, na várjál. Doom Eternal. Ja, hát az más. Azt hittem. Na ez mit csinál? Korrózív effekt alatt megölt ellenfelek spreaderik tovább a korróziót. Dodge Boost. Aha. Szia, Neomer. Kísérletezek ezzel a gémmel, meddig tudunk eljutni, mikor fogy el az energy. Hát Glory Kill után boost, damage boost. Már level 2 vagyok, az első boss a Whiplash megalázott. Nyugi, az szerintem mindenkit. Azt szerintem mindenki. Az a gond, a rakétavetőm nem elég erős most. Az ott kapott egy headshotot, az ugye az instakill. A francba eltalált. Amúgy biztos nem rossz ez a fegyver, de nem tudom, nekem az előző jobban tetszett. Az előző fegyver jobban tetszett. Multisát, extra splash damage. Hát rámegyünk a HP növelésre. Basszus. Jó, még pont jól jött. Critical hit boost jöhet. Mondjuk lehet, inkább a HP-t kellett volna választani.
Júj, azt ott el kell kapni, jó? Pengett a 2700-as sebzés. Jó, az ott halt. Az is ott halt. Az is ott halt. Jó, és mindenki is halt. Jó, ebből profitálnunk kell. Ó, oh, és így mondja is, hogy Fusible ready. Na, tehát... extra stagger. Ah, tehát növeli az idejét a Glory Killnek. Jó. Ilyen damage bónusz kéne amúgy erre a fegyverre nagyon. Az előtted álló útőjed, haver. Jó. Aha, ez a mobilos game, igen. Mondjuk így, hogy magától lő, ujjammal se katasztrófa az irányítás, de tényleg sokkal jobb kontrollál. Hát ugye helyezkedni. Nekem... Én olyan béna vagyok ujjal telefonos játékoknál. Hát... Nem érzem most kisegítve magam. Az gond. Ne! Csak egy picit kellett volna mozogni. Érnek? 15-öt ér. Egy revive-ot elhasználunk. Annyit még ér a dolog. Bár ennél a fegyvernél lehet, hogy egy revive-ot se kellett volna, hogy érdemeljem. Gyorsan nézzünk egy hirdetést, igen. Seraphim Offer, ez ilyen ad egy nagyon erős dolgot, de cserébe elvesz gondolom HP-t. Gondolom én. Tehát több HP-t kapunk a healből, ez pedig... Max HP Curse. Ez nem tudom. Ja, hogy látom, tehát több HP-t kapunk, amikor HP-t töltünk, viszont kevesebb lesz a Max HP-m. Adjad most. Nekem. Szereted a Balethel neked? Azokat én is. Eldob. Hát az helyzet, hogy ez itt érződik, hogy ez itt nagyon kevés. Jó, hát igazából. Köszönjük. Na, de a felég bejutottunk igazából. Ó, mennyi loot. Na. Át kell venni a bónuszokat. Azt mondja, hogy what's a helmet? Damage növelés,
és ideiglenesen boostolja a crit chance-t, miután használtuk a secondary-t. Jó. Még egy ilyen sapka, aztán mi ez itt? Ja, hogy az volt a sapka. Kesztyünk is van, damage növelés és damage a bossok ellen. Na. Öltözzünk. Na, tehát ezt akarjuk használni. Csak a skin-es verziót. Nyomunk rá egy upgrade-et. Jó, ennyi upgrade. És akkor a cannon-t is upgrade-eljük. Annak is van ilyen verziója. Ilyen piros. Ezt is upgrade-eljük. Quest! Köszi szépen a 20 hónapot! Mi újság? Peregjenek srácok a szövegek. Questnek. Gears of War Match 3, az mit tud? Taurot! Nagyon szépen köszönöm a 8 hónapot! Mizus! Srácok, peregjenek a szövegek. Peregjenek a szövegek. 5 szekig van crit chance növelés, 12%-os crit chance növelés. Boss damage bónusz 16%, nagyon jó, nagyon jó. Ez most mi? Ja, tudunk nyitni 3 ilyen equipment crate-et. Wow, micsoda pergetés csaptok itt srácok, köszi szépen! Lehetnek benne olyan weapon upgrade-ek, mint a rendes Doomba, például dupla minigun cső? Hát, jó kérdés. Ez egy jó kérdés. Kultista helmet. Ó, zöld kesztyűt kaptunk. Na, mutattam is nektek mindjárt, hogy mi a különbség a rarity között. Ugye ad 20 damage-et és 16 százalék sebzés növekedést a bosszok ellen. Na hát ez meg egy másik fegyver. Ja, mert hogy ó, bakker, akkor nem tudom megmutatni nektek, hogy mi a különbség. De ennél talán igen. Nem, annál se. Akkor nem tudom megmutatni. Valószínűleg amúgy több statot ad, igazából ennyi. Ugye ezen 24 sebzés van, ezen pedig 20. Hát attack speed növelés, ez pedig ugye a boss ellen nagyon jó. Hát nézzük meg amúgy ezt az attack speed növelést, hogy így milyen lesz. Ezen critical damage növelés, ami nekünk van, az pedig critical chance növelés. Aha. Szia, Vili! Ez a Gears Pop. Na hát erről én lemaradtam. Ja, hogy már nincs pénzünk. Na, kitartást a Melewolf Quest. Explosive Glory Kill. Glory Kill Rage. Fight. Tetszik, hogy így 200-at lövünk alapban. Ez kemény lesz most. Senki se játszott azzal a Gears játékkal. Nem tudtam bemutatni nektek, az lehetett a gond. Szia, Gonzói! Mikro Missile, ugye ezt a volatilét kérjük, ez a korrózió spreadelése. Én díjaznám egyébként, hogyha nekem kéne célozni, nem tudom, hogy erre van-e lehetőség, hogy ezzel így változtassunk. Bloodthirst. Na nézzük. HP növelés a Glory Killekből, tehát hogy még több HP, vagy Sideshot. Legyen a Sideshot. Ugye itt még be kéne tenni azt, hogy pattogjon a lövedék. Hát azt nem tudtam felvenni, mert noob voltam.
Lesz még egy hetes beta a Diablo 4-ben? Na ne szívas. A szószt azt be tudod linkelni ezzel kapcsolatban, Ben? Legtöbb mobil játékot gyorsan lelőik. Szerencsére a Pokémon Go-t nem. Egy NDS. Ó. Ha falról visszapattana minden lövedék, az lenne a darab. Jaja, és olyan amúgy van is. Van is ilyen amúgy. Jó. Nagyon dará ez a build. Crucible ready. Spirit Shot és a Vamos az igazi, ha van piercing, akkor ritkán állít meg valami. Jaja. Várjatok. Mert... Nyomod! Au. Jó, ez sima liba, srácok, sima liba. Én mindenkinek, srácok. Critical hit boost. Perfect hit science. Tehát a korrózió még tovább tartson, aha. Mini defense boon, range defense curse, nem kérjük. Most ez nagyon durva, hogy itt mi történt, nem tudtam követni. Azt láttam, hogy csomóan meghaltak. Nekem jelenleg a csingám van, és az arbalesztes a secondary. Na én még nem tartok ott. Ja, igen, Willy kapták, nagyon. Zárt environmentben lehet a Blizzardnál valamelyik országba. Na hát akkor bemelt a kiutazás Blizzardiába. Ötödik chapter? Hú, nagyon kenitek neki, srácok, tök jó. Ott volt egy headshot, ugye az az insta kill. Ez a korrózia amúgy menőnek tűnik. Nagyon menőnek tűnik. Multishot. Explosive damage. Explosive damage jöhetnál. A francba. Francba. Úristen, nagyon kapom be a sebzést. Mint egy noob. Jó. Ilyet kellett kérnünk. Ó, basszus, ott lett volna heal. Egy glory kill. Ó. Ó, és nem tudok oda menni. Nagyon durva damunk van, srácok. Twin shot, crit hit boost. Ez ugye a chance-t és a damage-et növeli, aha. Az jöhet. Valószínűleg amúgy a twin shot is nagyon jó lett volna.
Crucible ready. Nem is emlékszem, hogy hanyas stage-ig mentünk el itt. Whiplash. Köszönöm neki, jó nagy damage-e van nekem, a Chainsaw valami elképesztően gyenge. Hát ugye ez a Slayer Club-bal jött, szóval ez ilyen kis kezdeti löket. Meg lehet amúgy nézni szerintetek, hogy mink van? Aha, meg lehet nézni, ott van, Twin Shot-ot kaptunk. Plusz egy Front Projectile for each shot. Aha, tehát azt kaptuk. Most ez egy elég jó, gamblingezés volt. Itt ugrunk egyet. Make your selection. Blatters, attack speed boost, aha, attack speed. Attack speed boost. Szerintem jó. Attack speed. Kaku Demon. Jói, pofán köptek. Na és pont a végén adta be a Glory Kills, tehát még tudtunk healelődni. Azért valami csak elkapott. Kritikál hit boost, hogy heal legyen, most a heal. Jó, ez gond. Nagyon nagy gond. Max HP increased. Micro missile, legyen micro missile. Jó, az kell. Na itt most egy kicsit félek. Azt mondod, kritikus? A 3 HP az kritikus? Crucible ready. Nálad illúzió rombol, hogy bemondja, hogy Crucible ready? Nagyon kevés a HP-m. Bár ő legalább nem tartozik az erősebb bosszok közé.
Mi volt ez az akadás? Dédoszolnak, srácok. Jalamben. Super cooled. Rocket Launcherre is lehetne ilyen cold sebzést tenni. Lehetne múlt. Legyen ez a cold sebzés a rakétavetőn. Csak azért, mert maga a karakter ugye nem bőbeszédű. Aha. Ó, és kaptunk healt. Na tessék. Aha, oda kell még egy kivégzés. Negyedik chapter? Hát én bízom benne, hogy ez most a második és nem az elsőt csináljuk újra. Júj. Szia! Stop! Hogy a földhez csaptam? Critical hit boost, jó, jár. Nagyon szépen kapta a Kaku Demon. Na. Bloodthirst tracking, bounce, na ott a bounce, srácok. Kérdés, hogy ez még az arena, hol oldalra is lövünk? Aha, jó, oké. Ez az. Megkaptuk. Megjött az áldás, gyakorlatilag. Spreadshot kell és Ricoché. Hát azt már valószínűleg nem kapjuk meg utolsó szobák egyike. Jön most. És most nagyon kapom a sebzéseken. Ja. Aj, mizé! Hellpriest, a jégkirály. Hát nem nagyon kapja. Ja, hogy ebben nem szólt beleállni, értem. Oké. Jó, 15-öt még ér a dolog. Nem tudom, hogy miben sérültem meg. Valószínűleg a kis jegekbe, amiket amúgy nem láttam jönni.
Hát sajnos rá kevés a sebzésünk. Hát itt már meg se tudtam mozdulni. Na hát az utolsó boss leszámítva majdnem mindenki halt. Igazából mindenki halt. Na. Meglett az 5-ös szint. Még több püstány, meglett a 6-os szint. Jó, és akkor begyújtjuk itt a bónuszokat. Van itt chainsaw. Van itt kulcs, weapon key, ja, csak ezt végig kéne tolni a chapter 2-t. Jó. Tudunk fejleszteni a fegyon. Aztán a rakétavetőn is, egyet. Ja, nem nagyon hagy helyet mozogni, igen, igen. Jó, menjen. Bounce, ott egy bounce jöhet. Fight. Ez az kell ugye, hogy még több lövedék menjen ki a fegyverünkbe. És akkor már is nagyjából lesz értelme a bounce-nak. Ó, ricoché. Az igen, rögtön nyomtunk egy headshotot. Oh, spreadshot. Oké, most adja a játék. Most kedves velünk. Attack speed boost. Konkrétan a streamer loot. Megint egy eltört játék, csak a szokásos. Azt mondja, hogy micromissile. Chance to fire micromissile. Ez nem tudom, hogy a spreadshot-tal kombózik-e egyébként. Lehet, hogy inkább az explosive damage-re kéne menni. Ja, én is azon agyaltam. Hogyha nem működik a spreadshot-tal a micromissile, akkor ezzel jobban járunk. Itt a boss, mert a kruszéban. Nézd meg, azért megsebzett a szemétje. Stagger? Spreadelés. Glory Kill Rage. Menjen ez a... Volatile. A korrózió spreadelés, menjen az.
Hát ez szomorú, hogy hílt kaptunk, ennél lehetett volna jobb is. Azt éreztem, hogy a far hitboxa nagyobb, mint gondolnám. Ma nagyon király Máriós játék lesz, Connor. Igen, igen. Extra splash damage, attack speed boost. Damage boost, aha. Hú, nagyon kenjük, szia, ja, jó. Szevasztok, srácok. Nekem is elkerülte valamiért ez a játék a figyelmemet. Honor, úgyhogy nagyon kíváncsi leszek rá. Igen, igen, ez az átsíró kopi, igen, igen. Igen, ez az, ami most jelnek pár napja. Így van, így van. Multishot, first impression. Multishot. Bár lehet, hogy HP-t kellett volna növelnünk. Crucible ready. Au. Ja, az átsíró nem lehet menet közben lőni, jaja. Ezt akkor kellett volna elnyomni, amikor nyomja azt a sok-sok lövést. Na most már mindegy. Igen, ezt. Jó, hát ez az nagyon jó volt. Meghoztál, hát valami Doom Eternal Nightmare szinten való végigjátszásával? Hoppácskán. Attack speed boost, ott ad, movement speedért nem. Annyira nem vagyunk jó. Igen, nincsen dodge-unk, úgyhogy ez nagyon kell. Damage boost, glory carriage. Damage boost. Au. Au. Jaj! Tehát. Azt add oda! Jó. HP-val bajba vagyunk. Kritikál hit. Persze, csak a damage. Júj. Rossz enemire előttünk. Mert egy igen, rossz enemire előttünk. Á, és azt már nem is tudtam felszedni. A vid rontott meg. Mármint. Jaj! Aztán!
fanzba, és nem boss fight közben haltunk meg. Nagyon morcos vagyok emiatt. Ez nem jó rám. Super cool, extra splash, de super cool. Nagyon hülye hibákat védtünk. Ála látod, hogy... Ja! Már hónapokkal korábban elő volt jegyezve így, hogy előtöltse nekem a játékot. Már nagyon vártam a megjelenését. Na nézzük! Kaku Demon! Szia! Ez gond amúgy. Jó, kaptam. Tetszik, hogy kiesik belőle egy dolíva a bogyó. Ez micsoda? Ability pontok. XP. Make your selection. Ó, igen. Spreadshot. Na mutasd! Én annyit látok, srácok, hogy nagyon nagy számok vannak a kijelzőmön. És nagyon sok. Nagyon jó. Nagyon jó ez a build most, srácok. Perfected science jöhet. Az a gond, hogy most ki is maxoltuk magunkat. Jöhet a heal. Aki tud egy jó szerelőt, szerintem ez lehet. Hát, majd a boss fightnál ugye kiderül. Jaj, azt de kár, hogy nem tudtam felvenni. Azt a hírt. A hír miatt igen, előrébb kéne jönnünk, köszi. Azt most már nem nyomjuk el. Ó, nagyon jó. Jó, átugrunk. Ó, nagyon jó. Majdnem maxos HP-ra felmentünk. Véletlenül megnyitottam a playstart, és ez az első játék, ami felugran. Hát így van ez, nem véletlen.
Most, ha valamikor ez most kell, hogy meglegyen, srácok. Hát ugye azért tüzes az ikonja, mert arra gyenge. Tehát tüzes damage-et kellett volna nyomni a Hell Priest-re. Köszi, köszi. Victorianis Royale. Ott is van. Köszi, köszi. A Chapter 2-t is kitoltuk. Exultia a harmadik chapter is állokkolva lett. És ott Combat Shoti jöhet, meg Chainsaw. Level 7, ding ding! Events are now ready to play. Today's schedule. Bonus layer upgrade. Aha. Mit lehet itt szerezni? Mi ez? Find more Argent Energy, enemy damage és HP-m növelve van. A Chapter 3-at már csak holnap lehet tolni, vagy vehetsz energiát. Oven, köszi szépen a 15 hónapot. Szia Golden Samurai, sziasztok srácok. Jó, van itt egy ilyen, tehát ez volt az Agent Surge, van itt egy ilyen, hogy kaboom. All explosive attack deal extra damage. Menő amúgy ez az event, meg kéne nézni. Hát meg kéne néznünk. Ezt nem tudjuk még. Aha, arra meg már nem futja. De erre még igen. Nőtt a HP-nk 200-zal. Oké. Tudunk ládát nyitni kettőt. Chainsaw. Plasma rifle. Oké. Nézzük meg a chapter 3-at. 12 energy-nk volt és most 5-öt elköltöttünk. Stagger damage boost, damage boost. Jó, ez az dodge boost, mert a damage boost. Micsoda a glóriás killek. Igen, amúgy nagyon jó volt, hogy így visszahűlt az idő. Nem ez. Hopp, hopp, hopp. Bounce, ó, igen, gyere, gyere, bounce. Mi, új fajta enemy? Hoppácska. Én mennyire nem örülök neki, virágoznak a kis gyümölcsfák, meg elsőben nem tudok kerítésdeszkát csiszolni. Ó. Oh. Hát, ugye ez engem azért nem izgatott, mert nincsenek fáink. Csak a babér megy. Az meg legsilányabb körülmények között is. Nő. Critical hit, aha. Kellene amúgy ilyen tüzes sebzés. Au. Oh.
Nálunk hó is esik. Hú, Willy. Most ha jó, ne hagyd abba. Mondjuk nem oda akartam ricochézni, na mindegy. Last soul. Hát ő valamit idézett, vagy nem tudom, olyan valamiket megöltünk. Hát ő nem nagyon csinált semmit, srácok. You win! Critical hit boost, damage boost. Micro missile. Micro missile spinning wheel. Mármint egy micro missile. Ability pont, ez nagyon jó. XP. Mortal Kombatos a hang. Mortal Kombatos hang, az Unreal tornamentes hang, és az Unreal tornamentes hang az szerintem ez a hang, ami most van. XP! Vagy nem, srácok? Jó. Jó. Make your selection. Titik damage boost, illetve damage boost. 264. Hát én azt szerettem volna. Jó. Belementem, srácok. Ostoba sebzéseket gyűjtöttünk be. Az árétalmentben mindig a szexi női hang volt beállítva. Én a 99-es, azt hiszem 99-es volt az az árétalment. Nekem azok a hangok vannak meg a fejemben. Igen, ahhoz volt szinkron is. 99-es Unreal-hoz. Köszi, játékban mutatott, már se fogok sokat dolgozni. Na, azt mondja, hogy kell nekünk a multisát, de csak amúgy jó, legyen az explozív. Bosszok ellen kéne a rakétavetőn erősíteni. Lenne az egész nap a mobilodat nyomkodát? Na persze, szemmel. Na persze. Kifogás. Meha zombi. Azt ő mit csinál? Jézus.
Jó, hát mindjárt feltámadunk. Oké, oké. Azt a rohadt. Megégetett minket egy kicsit, de mindjárt vége. Nyomott egy dislike-ot magára. Stagger, mert a stagger. Ability pont? XP. Hát ez csak egy kevés XP. Jó, ez a stagger ez eddig adja. Elég szépen adja még hozzá. Jézusom, milyen sebzéseket leoszta ez a boss. Boss-szerű enemy. Super cool, jöhet. Super cool. Ugye amikor ráerőttem volna a rakétát, akkor persze nem a Kakudimont lőttem. Nem, persze, hogy nem. Szia! Heal. Nagyon fájnak a sebzések. Nyilván amúgy ez nem így van kitalálva, hogy most ezt én nyomom. Igen, ez. Ahogy én nyomom, tehát hogy így, nem tudom, hanyadik ránom ez, de hogy így talán ötödik vagy negyedik, és így a tutoriál után, és már itt vagyunk a chapter 3-on, szóval ez már nem így van kitalálva, hogy egyre haladjunk. Szerintem még belefér egy srácok, mit mondtok. Belefér, igaz? Az micsoda itt? Daily reward? Nem tudom mi az, amit kaphattunk, de begyűjtöttem. Vagy a fake update screen nevezetű oldalt megnyitod, aztán mehet az F11. Mi? Na ne szíves, hogy ilyen is van. Pénz? Valami. Claiming Vega Mining Reward. Hoppá. Na. Lopatsz a linket? Mindjárt adok permitet. Mi nincs manapság az internetei? Mi nincs manapság? Ja, hát én ilyen nem gondoltam, hogy ilyen is van. Na várjál, kis András, tessék! Próbáljam kecsengent? Már játszottam velem. Amit ki kéne, az a plazma rifle. Vagy a shoti. Tessék, kértünk rá fejlesztéseket. Ó,
Ó, és meglett az első cipőnk is. Mini Dodge Chance és Projectile Dodge Chance. Wow. Nem a permára gondolod? Nem. Damage növelés. Vagy ilyen eventet? Lehet, amúgy egy ilyen eventet kellett volna megnézni. Menjen az event. Amúgy mi miért nem látjuk a kis joystickot a képernyő alján? Kontrollerre nyomom, tessem! Na amúgy ők pont a plazmára gyengék. Mi? Hogy? Hát igen, igen. Van kontroller támogatás. Mármint, hogy így, ja, tudod irányítani a karaktert. Amúgy ennyi. De hogy így, a kontroller támogatás az úgy erős, nem támogatás, inkább csak, hogy irányítottad a karaktert, meg nyomhatod a secondary-t, de például ultizni nem tudsz. Aha, Bluetooth-on. Egy igen, igen. Én a DualShock 4-et használom. Meta Bounce. Amúgy tudod rezetelni a fegyvereket és visszakapod a nyersanyagokat és meg a pénzt. Jaja! Bár azt még nem néztem meg, hogy hogy kell, de van ilyen, igen. Azt gond. Jó. Heal. De kapta. Androidos fonon, nem iPhone-on. Xbox kontrollerre nem megy, gondolom. De ami Bluetooth-os, mármint hogy így a... az Xbox Series-ek kontrollerre szerintem működik telefonnal. Én próbáltam amúgy Pocophone-on is, az androidos telefon. És... működött. Működött a kontrollerem bele, csak hát ott... volt egy kis delay, de itt nincsen. iPhone-on nincsen delay az irányításnál. A Vanish Controller is, vagy azt hittem, hogy az ilyen stickes móka. Bár lehet, hogy az csak egy Bluetooth sticket ad, azt nem vágom. Periodically exhaust a damaging wave of energy. Leülsz a tévé elé, erre kiteszed a tévére, kontrollerre irányítod és játszol a tévé, mint a konzolod lenne. Ja, csak ugye ez még az is jó lenne, hogy eldöntsd a képernyőt. Melyik pocó? Nekem az F1. Nekem az F1 volt. A legelső pokofon. De így ott van mellette jobbra. Ez a plazma amúgy elég durvának tűnik. Ilyen átlag a démonok ellen. Én az iPhone 5-esemet váltottam a Pocophone-nal. De hát... hát hogy így ez a telefon így most így gyakorlatilag 5 percig tölt be, hogyha el akarom indítani. És így alkalmazások percekig töltenek. Borzalmas. Damage boost. És van valami HDMI lighting kábeled, vagy csak amivel kiteszed a képernyőre az iPhone? Nekem ez az R szerverem van. Leszedtem még meg egy másfél vagy két éve, amikor ilyen telefonos játékokkal nyomtam. Na, statik. Van ilyen, hogy statik. Malfunction tud apply-olni az enemy-re, amúgy ez nagyon jó lehet, viszont a splatchet a bounce miatt sokkal jobb lesz. Szia Gríz! Üdv mindenkinek, srácok! Jó, ez a plazma rifle egyértelműen 10x10. Csak a legöregebb eredeti WAR kontrollerekben nincsen Bluetooth. Na ezt nem is tudtam, köszi az infót. Szia karcoló. Megy a dara. Szegény démon nem tudott mit csinálni.
You win. Overload tracking. Na ez mit tud? Tehát felrobbannak az enemik, hogyha elég szellövöm meg őket egymás után. Jól hangzik. Ezek nem, tehát hogy nem. Ez a díja nem tetszik nekem. Na, azt mondja, hogy critical hit boost. Aha, jöhet. Hát az eltűnt. Ilyen kukucskáló elemek is voltak amúgy az árcsíróban. Nem tudom amúgy most így mit kéne csinálni. Ja, elég közel kell menni hozzájuk, aha. Na, jöhet a static, ugye ez a malfunction. Nem tudjuk a malfunction az mit csinál, bízom, hogy kiderül. Annyit látok, hogy meghalnak az ellenfelek. Damage boost. Ez a malfunction-t jónak tűnik. Egyébként tök érdekes, azokon a régi kontrollereken még volt az elején infra, az alapján látta a Kinect, hogy melyik kontrollerről van szó, és tudott olyat, hogy mivel az arcodat is látta, ezért automatikusan azt a kontrollert abba a fiókba léptette be, ami a tiéd, meg split screennél arra az oldalra rakott, ami hozzád volt közel. Igen, ez a Kinect, ez nagyobb menő. Technológia még a mai napig. Múltkor írtátok, hogy beszereztetek Kinectet, mert hogy tök jó móka. Még a mai napig így gyerekkel. Volatális vagy pinset? Mert a volatális. Korróziót is applikálunk az enemire. Gyakorlatilag minden ilyen elementál sebzést nyomunk. Jaj. Nincsen tüzes sebzésünk sajnos. Jó, most kell nyomni. Szia, Robert! Azért érződik a különbség, hogy mennyire durvák vagyunk most a Hellpriest ellen. Adtunk neki egy piercinget, srácok. Victory! Mi? Vége? Ez a challenge, ez nagyon jó volt. Ez nagyon jó volt. Level 8 közben. Na, azt mondja, hogy Vega segít abban, hogy hasznos resource-okat keressünk. Vega mining. Akkor ez az ilyen AFK bónusz. Hát, hogyha nem játszok a játékkal, akkor így gyűjti az XP-t, meg ilyenek. Gondolom igen, ez lesz az. Ja. Az eventek 20 szintesek, aha. Jó. Elfogyott amúgy az energy-nk. Tehát, hogy ennyit bírtunk most. Igen, az lesz az, aha. Na, hát ez klassz volt. Az árcsíróban, nem is tudom,
milyen határon vagyok amúgy, hogy így nem tudom mennyi energiám lehet, de 5-ször vagy 6-szor annyi van, mert ilyen bónuszokból annyit sikerült összeszednem. Úgyhogy... wow! Nem tudom, mit szóltak srácok ehhez a gamehez. Tudjátok, hogy én nagyon kevés mobil játékkal játszom, vagy legalábbis nézek bele. De ez a játék egyik azoknak, ami szerintem tök jól van monetizálva. Nem nyom folyamatosan reklámot az arcodba. Újra tudsz éledni, hogyha reklámot nézem, mint ugye a Vampire Survivor-be, vagy az Archero-ba is. Szerintem jól ki van találva. Energyvel ugye most nyilván limitálják, hogy mennyit játsz, ez egy negatív dolog, de hát sajnos ez a trend alakult ki már a mobiljátékoknál egy jó ideje. Ez gyakorlatilag arról szól, hogy ne játsz napi 8 órát, hanem minden nap játsz inkább egy pár órát. Én élveztem. Meg hát ez most igazából, aki így munka köz, vagy munkába menet nyomja, vagy munkából jövőt nyomja, szerintem nem zavarja, hogy most ilyen limitáció van. Tud doomozni legalább a közben is. Teljesen okés ez a játék. Én per pill egy pár eltérést nem figyelembe véve, amúgy ez egy Archero, csak doomos skin van rajtam. Nem lenne rossz az játék, csak nagyon nagy koppintás az Archero-ból. És kéne bele egy kis saját ötlet. Hát, van egy kis saját ötlet, annyiba tér el egyébként a játék. Nem nyomkodtam eléggé a kijelzőt. Szóval... hát... hogy is mondjam... van benne annyi plusz extra, hogy ne lehessen azt mondani, hogy egy full Archero. Jó, hogy amúgy, hogy a Doom megcsinálta a saját játékát, jól áll neki, csak ahogy ti is mondtátok, miért vannak zöld pályák? Például. Az így nem nagyon élik ide. Na most amúgy annyit hallottam, hogy Archero, én azt hittem az Arcade Hunter copy. Na az Arcade Hunter-t azt nem vágom, az is akkor elvileg ilyen játék, na majd lehet, hogy azt is megnézzük. Azt nem vágom. Hát ugye, igen, nyomod a Glory Kill-t a karaktereddel, meg mozgás közben is tudsz lőni. Az Archero-ba igen, ilyen nincsen. Meg jók ezek a kivégzések. Úgyhogy... én élveztem, srácok. Jó game. Remélem, hogy nektek is tetszett, srácok. Egy élmény volt ebbe belekukkantani. És megérte. Én úgy gondolom, hogy megérte erre várni hónapokat, hogy végre játszhassak vele. Valószínűleg streamen kívül is peregni fog. Nem hiszem egyébként, hogy ez most ilyen sűrűn előkerülne a jövőbe a csatornán, viszont hogyha jön valami nagy újdonság, nagy frissítés hozzá, akkor szinte biztos, hogy elővesszük, és akkor megmutatom. Ha persze nem felejtem el.